Szál kisasszony, esti mese. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, az óperenciás tengeren is túl, de még az üveghegyen is egy sánta arasszal túl, volt egyszer egy király és annak két fia. Az idősebbik fiú, ahogy egy kicsit fölcseperedett, s kiserkedett a bajusza, feleségül vett egy szép király kisasszonyt, de a kisebbiket hiába biztatta az édesapja, azt mondta, hogy ő addig meg nem házasodik, míg kereke világon a legszebb király kisasszonyt meg nem találja. No, azt keresheted, mondotta a bátya, mert a legszebb király kisasszont én vettem feleségül. Hiszen szép a feleséged, mondotta a királyfi, de nem hiszem, hogy még szebb ne volna ezen a világon. Hallja ezt a beszédet a kisebbik fiú fölnevelő dajkája. Mikor az idősebbik királyfi továbbment, azt mondja a kicsi királyfinak. Bizony jól mondottad, hogy van ezen a világon a bátyát feleségénél szebb király kisasszony csak hogy sem a bátyád, sem a felesége nem árulják el neked, mert az a világ szép király a te bátyád feleségének a húga. No bizony, ha az, megyek is utána. Megállj csak, fiam, mondja az öregasszony, nem találod azt meg az apja házában. El az rejtve egy nátszában. Hallotta de hírét a fekete tengernek? Fekete tengernek a 77. szigetében vagyon három nátszál, a középsőben van a világszép király kisasszony, a két szélsőben a két szobalánya. De ezen a szigeten olyan nagy sötétség van, hogy a kardot felakaszthatod rája. Aztán ha oda is, egy vénboszorkány őrzi a három nátszálat, s jobban vigyáz rájuk, mint a két szeme világára, mert csak addig ég az élete gyertyája, amíg valaki ezt a három nátszálat le nem vágja hiszen a királyfinak sem kellett egyéb, fölnyergelte a legjobbik lovát, s indult még aznap, hogy fölkeresse a világ szép nátszál kisasszonyt. Ment heted hét ország ellen, estére kelve beért egy rengeteg nagy erdőbe, rengeteg nagy erdőben betért egy kicsi házikóba. Nem lakott ott más, csak egy öreg asszony. Köszönti az asszonyt illendőképpen, fogadja az is nem különben, s kérdi. Ugyanhol jársz itt, fiam, ahol a madár sem jár, Világszép nátszál kisasszonyt keresem, aki a Fekete tenger 77. szigetében egy nátszálba vagyon elrejtve. Ugyan bizony hallotta e hírét. Sem hírét, sem nevét nem hallottam, édes fiam, de túl a hegyen, a kerek erdő aljában lakik a néném, az talán hallotta a hírét. Hé, mici elé a sútból. Szólott a macskájának. Igazítsd útba ezt a legényt. Kiszökött a macska a sútból, s a királyfi utána ment. Mire pitymallott, megtalálta a másik öregasszonyt is. Elmondja, hogy mi jóban jár. Hallgat, hallgat az öregasszony, mintha erősen gondolkoznék, s aztán mondja. Hely, fiam, nem érzte oda soha a világon való életedben, ha olyan paripát nem szerzesz, amelyik sárkánytejet szopott, égő parazsat evett, stűzlángot ivott. De Nini, mi van a fejeden? Mihol három aranyszál, ezt a három aranyhajszálat kihúzom a fejedből, adok hozzá egy kilincsmadzagot. Mikor aztán kiérsz erre meg erre a magas hegyre, ott a madzaggal csapd meg a három aranyhajszálat, s egyszeribe elébett toppan a táltos paripa. Kihúzza az öregasszony a királyfi fejéből a három aranyhajszálat, odaadja a kilincsmadzagot, megköszöni szépen a királyfi, s meg sem állott, míg annak a magas hegynek a tetejére nem ért. Ott megcsapja a kilincs a három aranyhajszálat, s ím hajatok csudát, égföld megzendül, szál levegőikből nagy erős vágtatással egy aranyszőrű ménes, aranyszőrű ménesből kiválik egy paripa, szakad a lánga két orralikán, s nyerít hármat egymás után, hogy megmegcsedült bele az egész világ, s csak elejébe toppan a királyfinak. Itt vagyok, kicsi gazdám. De hallgassatok csak ide, mi lett a madzagból szép aranyos kantár, hogy csak úgy ragyogott, hogy csak úgy tündökölt. No, kicsi gazdám, hogy menjek. Úgy, mint a szél, vagy úgy, mint a madár, vagy még ennél is sebesebben, úgy, mint a gondolat. Mondotta a királyfi. Mint a gondolat, édes lovam. Jól van, kicsi gazdám, tudom én, mi a szíved szándéka. De addig hiába megyünk a Fekete tenger 77. szigetére, amíg meg nem járjuk a napnak fényes pitvarát, s onnét egy égő sugarat el nem hozunk. Neki ereszkedik a táltos a levegőnek, felszáll, mint a madár, aztán nekivág, hasítja a levegőt, vágtat, mint a gondolat, s egy jó szempillantás nem telt bele, megérkeznek a föld kapujához ám, csak hogy a föld kapujában két farkas állott istrázsát, s azt mondták, hogy addig nem eresztik be a kapuna királyfit, míg két font húst nem ad a lovából. Gondolja, a királyfi, bizony nem adok én a lovam húsából, inkább adok a magaméból. Kivette a zsebéből a csillagos bicskáját, kanyarította kombiából két font húst, odavetette a farkasoknak. Most már mehettek, mondták a farkasok. Repült a táltos, s ímő, jó jóformán be sem hunta a szemét a királyfi, megszólal a táltos. Nyisd ki a szemedet, kicsi gazdám, itt vagyunk a napnak fényes pitvarában. Leszáll a királyfi, s hát ott a nappitvarában van egy aranykád, aranykádban tűzfürdő, megfürdött abban, gyémáncegen aranytörülköző, abban megtörülközött, ezüst polcon aranyfésű, azzal megfésülködött, s volt ottan egy talpik tükör, odaállott, s nézegette magát. De halljátok csak, mi történt? Kos öregember, bizonyosan a napnak a szolgája, meglátja a királyfit, amint nézegeti magát a tükörben, nagy mérgesen ráfúj, kerekedik rettentő nagy szélvész, s úgy elfújja lovastól, mindenestül, hogy 77 ezer mérföldig sem ért földet a talpuk. Akkor meg leestek egy olyan sötét lyukba, hogy sem eget, sem földet nem láttak. Hely, búnak ereszkedik a királyfi. Azt hitte, hogy soha, még ez a világ s még két nap, meg nem látja az áldott fényes napot, nemhogy annak egy sugarát a fekete tenger 77. szigetére vihesse. Csúszva mászva tapogattak elébbelép, hol kígyóra, hol békára léptek, s mikor vagy hét naps hét éjszaka eltelhetett, akkor egy nagy vaskapuhoz értek. No, ide ugyan elcsúszhattak mászhattak, mert itt meg egy százfejű sárkány állott istrázsát. Az ugyanáltal nem ereszti a kapun. Sóhajtozott, tűnődött a szegény királyfi, hogy most már mit csináljon. Tapogatott erre, tapogatott arra a kezével, hát ha másfelé mehetne, s ímő, egyszerre valami pálcácska akad a kezébe. Az ám nem pálca volt az, hanem furuja. Nagy bújában bánatában belefújt a furujába, s hát az olyan szépen szólt, hogy annál az angyalok sem muzsikálhatnak szebben. S mit gondoltok, mi történt? Az történt, hogy a százfejű sárkány szépen lefeküdt a földre, egy feje sem mozdult meg, úgy hallgatta a furúja szót. De bezzeg neki bátorodott a királyfi is, s a vaskapun szépen besétált. Hát, ahogy keresztül ment a vaskapun, nyiladozni kezd a sötétség, s mit látnak szemei. Jön elébe egy szépséges szép lány, aki nem volt más, mint maga a hajnal, a napnak legszebb legkedvesebb lánya. Hogy történt, mi történt, én bizony nem tudom, elég az, hogy megtetszett hajnalnak a királyfi, maga mellé ültette az ő szárnyas lovára, és vitte hetet hét ország ellen, emberi szem nem látta gyönyörűséges szép tartományokon keresztül. Először levitte a rézerdőbe. Ott dolgoztak a napfavágói, döntögették a fákat, rakták a szekerekre, s vitték a napkonyhájára. Innét vitte az ezüsterdőbe ottan ezüst madarak énekeltek szebbnél szebb nótákat, s az ezüstfák háromszor egymás után szépen meghajoltak hajnal előtt. Ezüsterdőből az aranyerdőbe vitte. Csengett az is az aranymadarak énekétől, s hajnal előtt a fák háromszor egymás után szépen meghajoltak. Ennek az aranyerdőnek a közepén volt hajnal kertje, ennek a kertnek a közepén hajnal gyémánt palotája, s ahogy még érkezett hajnal, összegyűltek mind a ragyogó csillagok, azután intett hajnal, leszállott a levegőjékből egy bíboros fellekkocsi, bíboros fellekkocsiban volt aranylóka, arra ült a királyfival, s azután úgy szállottak fejjebb, fejjebb, míg nem fölértek a napnak fényes pitvarába. Ott kiválasztott hajnal egy sugarat, szépen belefonta a királyfi hajába, s azt mondta... Na, királyfi, most már mehetsz, megtalálod világszép nátszál kisasszonyt. S ímő, abban a szempillantásban, honnét, honnét nem, ott termett a királyfi táltos paripája, fölpattant rá a királyfi, s vágtattak hetet hét ország ellen, a fekete tenger felé. Hanem egyszer csak megszólal a táltos, mondja. Hallod-e, kicsi gazdám, mindjárt ott leszek a Fekete tenger 77. szigetén, de jól vigyáz, úgy vágja három nátszálhoz, hogy egyszerre vágd le, mert különben vége az életednek. Azt a három nátszálat addig fel ne hasítsd, míg valami vízhez nem érünk, mert ha vizet nem tudsz adni nékik, szemed láttára szörnyet halnak mind a hárman. Hét nap, hét éjjel vágtatott a táltos, akkor értek a Fekete tenger 77. szigetére. Na, ez a sziget csak ugyan olyan sötét volt, hogy a királyfi fölakaszthatta volna rá a kardját. De a királyfi levette a süvegét, megvillant a hajába font napsugár, s lett egyszerre ragyogó világosság. Hát csak ugyan ott van a sziget közepén három nátszál, s amint a királyfi odaér, a három nátszál szépen meghajlik előtte, pedig szellő sem fújt. Kirántja a kardját a királyfi, megsuhintotta, s egy csapásra tőből levágta mind a három nátszálat s ím, a három tövéből fekete vér bugyogott ki, s valami keserves jajgatás hallatszott a födből. Az a fekete vér a vén boszorkány vére volt, a keserves jajgatás az ő jajgatása. No, ez ugyan nem árt senki léleknek, bátran visszaindulhatott tőle a királyfi. Szépen az ölébe fektette a három nátszálat, s ezt mondta a lovának. No, most édes lovam, vígy az én hazámba, rég nem láttam apámat, anyámat. Vágtatott a táltos hetet hét ország ellen, a királyfi meg csak nézte, nézegette a három nátszálat, szerette volna felhasítani, hadd lássa, csak ugyan lány van-e bennük. Hát ha csak hiába bolondították ide a fekete tengernek 77. szigetére. Ő bizony elővette a csillagos bicskáját, felhasított egy nátszálat, s kiesett belőle egy gyönyörűséges szép lány, világszép nátszál kisasszony egyik szobalánya. Az volt az első szava. Vizet, vizet, mert mindjárt meghalok. De csak most ilyet meg igazán a királyfi. Adott volna vizet, de nem volt sehol. Egy szempillantás sem telt belé, meghalt a lány, a két nátszából, pedig keserves sírás hallatszott. A szegény lány síratták bizonyosan. Búsult a királyfi, majd felvetette a búbánat. Költögette a lányt, ébresztgette, de hiába nem ébredt az fel. Leszállotta a lováról, sírt ásott a kardjával, s eltemette a lányt. Aztán mentek tovább, s az ördög szállotta -e belé, vagy mi, felhasította a másik nátszálat is. Éppen úgy járt, mint először. Nem tudott vizet adni neki, s világszép nátszál kisasszonynak meghalt a másik szobalánya is. No de most megfogadta a királyfi, hogy a harmadik nátszára vigyáz, mint a szeme világára hogy azt addig fel nem hasítja, míg valahol forrásvízhez nem érnek. Hely pedig úgy szerette volna látni világszép szép nátszál kisasszonyt. De amerre mentek, mindenütt szörnyű nagy pusztaság volt. Nem láttak egy csepp vizet, majd meghaltak a nagy szomjúságban. Hanem egyszerre csak leszállott a táltos a levegőjékből, éppen egy forrásvíz mellé. No, édes gazdám, most felhasíthatod a nátszálat. De előbb meríts vizet a süvegedbe telemeríti a süvegét a királyfi, aztán szépen felhasítja a nátszálat, nehogy megsértse a világ szép nátszál kisasszony gyöngetestét, s émő csak kipattan a nátszából egy olyan szépséges lány, amilyent még emberi szem nem látott. Te az enyém, én a tied, ásó, kapas a nagy harang válaszon el minket. Aztán felültek mind a ketten a táltos paripára, a táltos egyet ugrott, kettőt szökött, leszállott a királyfi apjának az udvarába ott ült éppen a király a palota tornácában, ott ült az idősebbik fia is, a menye is, de bezzeg volt álmélkodás. Már rég el is síratták a királyfit, nem hitték, hogy valaha látják. Síme megkerült. Elhozta a legszebb király kisasszonyt kereke világon. Örült az öreg király, s mit csináljon a fia meg a menye, örültek azok is. Csaptak lakodalmat, hét országra szólót, húzták a cigányok, járták a legények és lányok, még ma is járják, ha ugyan bírják. Itt a vége, fász elvéle.